végre elérkezett a péntek, amikor el tudok menni az edzőterembe. Már ezen a héten most először. Megmondom őszintén, hogy egy picit hiányzott már így a mozgás. Reméljük, hogy nem fogok lesérülni, vagy nagyon elfáradni se. Hello. 1 hour later. Jó volt az edzés, jó volt. Hétvégére felturbóztam magam. Ezeken az edzéseken úgy tudsz részt venni, hogyha az edzőteremnek a honlapján följelentkezel az órára. Maximum 8 fő jelentkezhet fel egy ilyen órára. És most az a helyzet, hogy az edzőteremnek a honlapja az gajra ment, illetve tárhelyet cserélt, és nem elérhető még mindig az oldal, és egy picit összekavarodtak a följelentkezések, illetve a lejelentkezések, és most úgy adódott, hogy 9-en voltunk a 8 helyet. Na most ez azért okoz gondot, mert ugyebár az edző kiír egy feladatsort a 8 fő számára, és hogyha bejön egy 9-dik, akkor borul az egész szituáció. Ilyenkor két dolog lehetséges. Az első az, hogy megkér az edző, hogy hagyd el az órát, vagy hagyd el a tervet, és akkor így jártál. A másik szituáció, a jobbik eset az, hogy az edző tűzről pattant, és kitalál egy új feladatsort, illetve annyiba új feladatsort, hogy berakott egy plusz feladatot, és ilyenkor úgy oldja meg a helyzetet, hogy az mindenkinek jó legyen. Egyébként most az utóbbi történt, úgyhogy nagyon örülök neki, köszönöm szépen Zsolti. Elfáradtunk szerintem mindenki, kivéve Borka Peti barátomat, mert ő nagyon hangoskodott az edzés végén. Látjátok az ábrázatomat, hogy mennyire piros vagyok. Jó, gyerünk tusolni. Pár óra múlva ezek a standok itt a hátam mögött be fognak népesülni. Igazából itt minden be fog itt a főtéren népesülni, ugyanis ma kezdődik a városnak, a makói városnak. Változtattunk, nem reggelizünk, hanem ebédelünk. Ma van még egy utolsó forgatásom, illetve egy utolsó előtti forgatásom, mert még lesz egy vasárnap is. Úgyhogy most oda készülődök. Na hát ezzel is megvolnék. Egy forgatási helyszín lesz még most hétvégén vasárnap. A ma délutáni programunk, meglátogatjuk a makói hagymatikum fürdőt. Észrevettétek? Ez egyébként a kis kamera. Nagy kamerát azt nem viszem a fürdőbe. Tök jó lenne, hogyha volna egy olyan kamerám, ami vízálló, mert akkor tudnék csinálni víz alatti képeket is. Ez lesz a következő befektetés, vízálló kamera. Befér? Liftezünk egy fél emeletet.
figyelj, hogy mi jó. Már termál hangom. Eléggé szűkös itt ez a kicsike kis igaz. Tolas, tolas. Ti, 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 ti. Kiszálljuk. Ez a lift elméletileg 8 személyes, de kizártam tartom, hogy ez 8 személy beférjenek a picike kis lukacskába. És megint egy lift. Pontosan 6 hónappal ezelőtt voltunk itt Sofival, de még mindig nagyon élvezi a fürdőt. Szerintem élvezni is fogja még egy jó darabig. Pont így jártunk, hogy nem tudjuk ki. Vége a fürdőzésnek, most már indulunk haza.